Négyszeres bajnokként 20 éve este ki a labdarúgó mb 1 ből a másodosztályban 15 éve szerepeltek utoljára, 2005-ben élesztették újra a 105 éves Cseper labdarúgó csapatát, amely haragban áll az önkormányzattal, és tizedik helyen áll az mb 3 ban Gabala Krisztián vezetőzés, Takás Krisztián résztulajdonos következik. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! kívánok. Jó reggelt, kívánok. Na most Krisztián mondhatom is, mindkettőtöket megszólítottak, tehát mester, könyvberegénybe illő ez az idei bajnokság, hogyha valamit meg akarnál róla írni, akkor mit tudnál megírni róla? Mindenféleképpen gondolkozok, hogy könyvbe kéne írni. De miért? Az elmúlt 10 évet, 10-12 évet, amióta edzősködök, mert, mert ebben a 12 évben minden benne van, a mélység, a, a magasság, ami felé megy a labdarúgás, bízom benne. De, de ugye volt egy nyilatkozatom, amire Utaltam, hogy, hogy ezt az évet külön meg kéne írni. E, nagyon érdekes, és megmondom miért. A szövetség által támogatásként bevont e, MB3-osoknak a 30 millió forint teljesen más aspektusba rakta az egész e, e, amatőr futbalt. E, ez hozott magával olyan dolgokat, ami, ami most már azt kell, hogy mondjam, hogy élet-halál egy amatőr játékos, amatőr közeg részére, ugye mert pénz került bele a futballba. Ezen, ezen kívül uh, tudnék írni a játékvezetőkről, a játékvezetők és a, és a játékvezető ellenőr kapcsolatáról. Tudnék írni egy olyan ez, szem... ez, ez, ez jobb lett a több pénztől? Uh -huh. Na, hogy nem minősítsem, hagyd uh -huh. nem minősítsem. Uh, uh, tudnék jó példát is mondani rá és tudnék uh, rosszabbat is. Uh, szerintem a rendszer nem jól működik, de nem az én dolgom ezen változtatni. Uh, de tov további érdekesség például ilyen, hogy a, hogy a, szövetség hozott egy olyan szabályt, hogyha vala, egy csapatot kizárnak, akkor azt a csapatot sújtjuk, amelyik uh, győztesként ja, igen, a erre volt, volt. Így van, és akkor elveszti a pontot. És elveszti a pontot. Így. Tehát, uh, vagy például egy olyan dologról tudnék mesélni, hogy a, hogy a egyik akadémiai csapat ellen játszottunk, és egy kutya szinte kivette a, a gólba tartó labdát. Tehát olyan dolgok történtek, ami, ami azt gondolom, hogy tényleg... Leigazoltátok? Egy, uh, majdnem, mert az, nem nálunk uh, bérte ki a gólt, tehát mi okoztuk volna, tehát innentől kezdve ránk volt negatív hatással, tehát rengeteg ilyen dolog van. Súma most az történik, hogy több pénz érkezik a futballba, de hogy mondjam, tehát nem feltétlenül kiérlelt koncepcióba és keretek közé egyelőre. Ö, nem, nem, nem mondanám, mert lényegében a fenntartásra, a komfortérzetre, ez a talán ez a legjobb szó. Majd a labdarúgó szövetség azért adja ezt, szerintem ezt a támogatást, vagy én úgy tudom, ez a jó megfogalmazás. Hogy, a, hogy az amatőr szféra is egy normális komfort érzetbe tudja helyezni magát? A játékosok normális feltételrendszer rendszer mellett Igen. tudjon sportolni. Ez a lényeg a dolognak. Hogy látják a, a, a tulajdonosok ezt a jelenlegi csepeli csapatot. Ö, ö, az, amit várnak tőle jelen helyzetében, amit el tud érni az alapja milyen éve van? Én szerintem egy jó évet zártunk ismét, hát a lehetőségeink egész behatároltak, úgyhogy azt gondolom, hogy az elején kezdve, hogy jól kiválasztottuk a szakmai stábot, és utána megfelelő játékosokat, fiatal játékosokat sikerült igazolnunk, ezáltal el tudtuk érni a célunkat. Na most egyébként mennyibe kerül egy ilyen erejű, meg ilyen jellegű harmadik vonalbeli csapat fenntartása most? Hát ahogy a Krisztián is 30 millió ö, állami támogatást kapunk, és van 10 millió forint körüli szponzori bevételünk van. Tehát egy olyan 40-es a... 40 a... Most innentől kezdve viszont akkor a játékosok, hogy mondjam, tehát amatőr státusúak, vagy fél amatőr státusúak, ö, szóval mondjuk egy tizedik helyel egy normális bajnoki szerepléssel milyen jövedelmekre tudnak szert tenni? Hát az amatőr szférában ugye nem lehet fizetést adni a játékosoknak, itt költségtérítésről uh -huh. tudunk beszélni. A Csepel esetében mi kimondottan keressük azokat a játékosokat, akik nem a fotbalból, nem csak a fotballból szeretnék a a megélhetésüket biztosítani, hanem dolgozni járnak mellette. Van postásunk, van könyvelünk, van hajóépítőnk, és itt sorolhatnám, sőt, van olyan is, aki az utánpótlásban edzőként dolgozik. Uh -huh. Na most Krisztián azt mondják, hogy ilyen körülmények között mi a szép a feladatban, meg hát melyek a nehézségei, hogyha van egy profi mentalitású edző, ilyen előélettel és háttérrel, ilyen focistákból ilyen háttérrel jó csapatot formálni. Van olyan menő kézilabda klub tulajdonos, aki azt mondja, hogy ez egy tök létező és működő modell kézilabdában, Németországban is, hogy lehet munka mellett nagyon magas színvonalon játszani. A profizmus nem ezen múlik. Tökéletes ez Nagyon. Én azt gondolom, hogy a profizmus az a gondolkodásmódból indul ki, és nem abból, hogy, hogy ki mennyi pénzt visz haza. Tehát én, sokszor elmondom az öltözőből és a játékosaimnak, hogy hogy nyaktól fölfelé kell profinak lenni, a többi az csak utána következik. Igen, nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mert, mert azt gondolom, hogy az egész mb 3 as mezőnyt beleértve talán egy-két csapatról tudok, aki tényleg úgy működik, ahogy mi gondolok itt, hogy a játékosok dolgoznak, vagy iskolába járnak. Van olyan játékosom, aki éjszakázik, és úgy kell összetenni magát a terhelési részt is, de itt jön óriási szerep a kiválasztásnak. Nem mindegy, hogy hogy válogatjuk ki az embereket, milyen mentalitású játékosokkal ö, fogok dolgozni, ö, akár a múltban dolgoztam, vagy a jövőben, hogyha új játékosok kerülnek. Erre nagyon-nagyon nagy figyelmet szentelünk, mert sajnos ö, valaki alkalmas ezt így csinálni a kettőt, valaki meg nem alkalmas, és mi nem tehetjük meg azt, hogy fél évente Értele, tehát a amatőrök cseréljük. lehetnek, de műkedvelő semmiképpen, tehát azért ezzel tegyünk különbséget. Na most az önkormányzat nem támogatja a Csepeli klubot, ez, most legyünk őszintek, itt van, ennek politikai okai vannak, tehát ez egy ilyen szigeti fidesz MSZP rangadó, nem? Hát lehet, hogy ők úgy gondolják. És egy óta tart? 2010 óta tart ez a rangadó. Megpróbálunk nem foglalkozni vele és függetleníteni magunk, magunkat tőlük. Én csak azt szeretném minden kérni, hogy ha már segítséget nem kapunk, legalább ne ártsanak nekünk. Próbáljuk meg rendes mederbe terelni ezt a, a, dolgot. Örüljünk annak, hogy rengetegen fociznak a csepelnek, és hogy létezik ez a 105 éves klub még mindig, és szeretnénk, hogyha folyamatát is meg tudnak őrizni, tehát legyen ez 110, 120, és stb. Valamint jó lenne, hogyha, hogyha Tudomásul vennék, hogy itt, amíg ez a tulajdonosi kör van, már Csepel FC-re gondolok, addig itt semmiféle lakópart nem fog épülni, mi mindig a sportért fogunk dolgozni. Igen, mert hogy ide itt elhangzott az, hogy, hogy a polgármester részéről, hogy el akarjátok kótyavetyélni a, a, a stadiont, és a lelátók helyett lakópark lesz, nem lesz lakópark? Nem, 2008-ban is volt egy ilyen uh, hír, akkor is a választások miatt bele Ö, akkor egy tüntetést is szerveztem még a, az akkori városvezetés ellen, vagy felhívtam a figyelmet, hogy itt nem lehet semmiféle lakóparkot építeni. Azt tudni kell, hogy ez egy kiemelt zöld hasznosítású terület, ami csak sportcélra lehet hasznosítani, semmi másra. Ezt, hogyha itt lakópark lenne, akkor ezt meg kéne változtatni ennek a besorolását. Tehát építési telekét kéne nyilvánítani, és ez egy 10 hektáros terület. Én úgy gondolom, hogy ezt sem a bal oldal, sem a jobb oldal nem fogja soha ezt felvállalni, hogy ezt átminősítsen, nem lehet. Itt akkor forradalom lesz Csepelen, hogyha ezt valaki egyszer elviszi, a park irányába. Tehát hogyha kor. ti megpróbálnátok ezt megcsinálni, akkor titeket bevágnának a DuNába. Minket igen, de nem mi vagyunk a területnek a tulajdonosai. Igen. Tehát mi nem tudjuk ezt megcsinálni, nem is akarjuk, mi csak a, a területet hasznosi, használjuk sport célra, semmi más nem csinálunk ezen, tehát nem mi vagyunk a tulajdonosai. Na most Krisztián, a te munkádat, ennek a csapatnak az életét meg a munkáját mennyiben nehezíti meg az, ugye, tudjuk, hogy Magyarországon nagyon nyugodt körülmények között lehet ma dolgozni, hogyha a politikai kedvenc az ember, hogyha valaki e, ilyen politikai mostoha gyerek vagy ilyen nehéz helyzetben, vagy politikai viták zajlanak a feje fölött, az mennyiben nehezíti meg az életét? Nem engedem meg, hogy a politika bejön az öltözőbe, nem oda tartozik, mi sportemberek vagyunk, soha az öltöző nincs szó a politikáról, az edzői, garnitúrában nincs szó a politikáról. Az, hogy a büfében mi történik, az engem nem érdekel, de én kizárom ezt a részét, nekünk egy feladatunk van, a fotballal kell foglalkoznunk. Persze mindenkinek lehet véleménye, nekem csak annyi erről az egész, hogy sokkal könnyebb helyzetben lennénk sok-sok téren, hogyha lenne mögöttünk egy önkormányzat, aki támogatja a klubot. Mivel nincs így kell megoldani ezt a dolgot, de még egyszer mondom, mi teljesen politikamentesen gondolkozunk, tehát mi, akik ott lenne az öltözőben dolgozunk erről a dologról. Ilyen feltételek és körülmények között te tűzhettek ki a merész célokat, vagy álmodozhatok olyanról, hogy mi lenne feljutni az MB2-be? Egyszer, a közeljövőben? Ahhoz egy jelen esetben az egy tudatos, nagyon tudatos és egymásra épülő munka kell. Minden minden uh, uh, külső tényező, gondolok itt a pályák minőségére, öltözők, stb. ezek rendben vannak Csepelen, köszönhetően ennek a kormánynak, aki most uh, egyértelműen... Csepelen lehetne a a mb 2 uh, tehát még másikat is rendezni a stadionban ilyen a pillanatban? Én azt gondolom, egy-két finomítással, igen. Nem lenne nagy Nem rossz, lenne. rossz. Aha. Ja. Uh -huh. tehát Tehát lényegében, lényegében uh, uh, maga, 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 az elképzelés, hogy itt MB2-t csináljunk, ahhoz, ahhoz kéne egy kicsit több pénz, de, de nem kivitelezhetetlen dolog. Most is, hogyha nézed a tizedik helyet, egy nagyon-nagyon stabil csapatunk van, az egész MB és Mezőint 13. legkevesebb gólt kaptuk, tehát építgetjük ezt a kis csapatot, lépegetünk előre, még mindig mi a sok környező csapattal ellentétben, még mindig MB3-asak vagyunk, és nem liftezünk a megye és a MB3 között, tehát van óriási potenciál van a Cseppeli futballban, de ahhoz összefogásra lenne szükség, hogy, hogy komoly tovább lépés legyen. Ilyen cseppfolyós körülmények között végül azt mondjátok meg, hogy mi lehet a célotok majd a következő évben? Hát én úgy fogalmaznám meg, hogy egy biztos középcsapat voltunk, és próbáljunk egy kicsit előrébb lépni. Szeretnék az első harmadába tartozni jövőre az mb 3 nak Azt gondolom, hogy most 10. hely lesz a befutó, utána jó lenne, hogyha a 6. ötödik hely környékére föl tudnánk lépni. Adod? Persze, hogy adom, de ugye én edző vagyok, én máshogy gondolkozok. Először is meg kell találni azokat az embereket, akik beleillenek ebbe a filozófiába, amit én vagy a klub képvisel. Ez a legrövidebb táv, aztán középtávon olyan mérkőzéseket kell játszani, ami érzelmeket közvetít, a szurkolók felé, edzők, mindenki, mert azt tart életbe minket a mindennapokba és hosszú távon pedig értem, szóval, hogy év végén a tabellára jó érzéssel lehessen ránézni. Hát végül is itt a lehetőség az érzelmek felkorvácsolására egy bajnokveréssel, majd a győrelem befejezésképpen. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük, Köszönjük. Köszönjük. szépen.